Molnár Janka eredményeiről beszélgetünk a következő percekben. Köszöntöm őt és Barta Attilát, az edzőjét a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Mi köszönjük. Gondolom, hogy nem unatkoztatok az elmúlt időszakban. Egy picit elevenítsük fel a korábbi eredményeket, versenyeket. Talán kezdjük Tallinnal. Mi történt, hogyan jutottál ki? Hát a kijutás az nem volt igazán nehéz, mert elég könnyű szintünk volt. 60-on kívüli idő volt a nevezési szint. Úgyhogy igazából az már tavaly is megvolt, aztán már tavalytól számították az eredményeket. Úgy mentem ki, hogy hát én harmadik idővel utaztam ki, úgyhogy nálunk, aki az 23 Európa ranglistát vezeti, ő nem indult az olimpia miatt, mert ő ott esélyesebbek között fog indulni, ezért ezt kihagyta. Hát szerintem elég frissen utaztam ki, tehát jó állapotban, mert előtte lévő versenyeken is jókat futottam. OB-n is, meg ugye még előtte Tatabányán is mindkétszer 23 országos csúcsot döntöttem, úgyhogy igazából bizakodva utaztam ki. Nem úgy utaztam ki, hogy akkor én most biztos egy éremmel akarok hazajönni, hanem úgy szerettem volna, hogy teljesen megelégedve legyek magammal, és ne legyen bennem ilyen hiányérzet. Sikerült? Igen, szerintem igen. Első két futás után, ugye három futáson volt egy előfutam, egy elődöntő és a döntő. Sikerült ugye bekerülnem a döntőbe nem helyezéssel, hanem én jutottam tovább első idővel. Mármint, hogy ugye úgy vannak, hogy futamonként jutott tovább az első kettő, az ugye hat ember és még plusz két idő, és nekem volt az első időm. Emiatt sajnos ugye várható volt, hogy az egyes vagy a kettes pályát kapom, és sajnos én kaptam az egyest. Amit igazából nem teljesen értünk, hogy jobb idővel miért én kerültem a rosszabbik pályára, de hát ez ilyen a világversenyeken. És hát az egyes pályából kihoztam azt, amit a legjobban tudtam. Azon így igazából a legnehezebb futni, mert ugye az a legszűkebb pálya. De nem úgy álltam oda így a döntőnél, hogy akkor ez már hátrány meg minden, hanem odaálltam bátran, és ugyanúgy lefutottam, mint hogyha belül futottam volna. Ennyi jött ki belőlem. Igazából azért vagyok megelégedve, mert egész fáradtan álltam már oda a döntőhöz, mert hát kicsit nem az, hogy sok volt az első két futás, de nem voltak annyira lassú futások. Tehát az elődöntőm is már 56-os idő volt, úgyhogy szerintem én kihoztam magamból azt, amit tudtam. Attila, hogy látod? Hogy sikerült? Hát megmondom őszintén, nagyon nehéz felkészülésünk volt, tehát ősszel már úgy indult, hogy október, november, december nem tudtunk erősítő edzést folytatni, se súlyemelés, se speciális erősítés, azt a iskolámba szoktuk, ott a konditerem, meg a tornaterem, de nem engedtek be, mivel a kormányrendelet nem engedte. Az nagyon hiányzott, az már látszott fedett pályán, hogy itt bajok vannak a dinamikával, meg az erővel, és fedett pálya után úgy döntöttem, hogy nagyon nekiállunk az erőfejlesztésnek, tehát az kerül első helyre. Hát ekkor a másfél hét után sajnos a Janka kovis lett, és nagyon-nagyon csapta. Tehát őt teljesen leütötte. Tehát két hétig rogyadozott, utána felvezetésbe nagyon nehezen tudtunk dolgozni, mert nagyon ráment a tüdejére. Hát ő aszmás, és ez a kovi ott támad, ahol a leggyengébb pont. Tehát amikor kimentünk például három hétre Olaszországba, edzőtábor volt, még csak szédelget szegény. Többiek meg teljes gőzerővel dolgoztak. Rossz volt nézni a baromi különbséget. Tehát, hogy mi nem voltunk a mélyponton, ők meg fönt szárnyaltak. Hát ő el is írta magát többször. Aztán, hogy ez ilyen állapotban, hogy lehet följönni. Azt mondtam, hogy nyugi, jövünk majd föl. Hát annyit tudtam tenni, hogy nagyon összekapartam a fejembe lévőt, és fölhoztam egy nagyon szép magas szintre, de viszont az állóképességben már nem tudtam annyira magas szintet, nagyon is féltem az egy három futástól, mivel elkezdődött a versenyszezon, tehát elkezdődött május 10-én, nekem volt körülbelül 5 hetem keményen dolgozni. Utána dolgoztunk mi még, mert nem foglalkoztunk, hogy milyen versenyek, de mondom, a három futástól nagyon féltem, de volt ez a bronz fokozatú verseny Tatabányán,
ott országos, a Marhalandi országos csúcsot ment, és utána jött az utánpótlás, országos bajnokságot megnyerte a 400-at, akkor érzékeny, de talában nem indult másnap 400 gáton, kihagytuk. Futott utána Veszprémbe egy 200-at, ott egyéni csúcsot ment, az előtte le volt tétva neki sajnos egyik a rusz versenyen, pedig ott jó hátszél volt, de hát ez van. De aztán itt már nem volt beleszólás, mondtam, nem szólt be senki a felkészülésbe, tehát a vezetés. És utána az OB-n meg 400-on egy fél méterrel kapott ki a ellenfelétől, ott is ő védő volt, tehát előző évben nyerte. Na és akkor utána jött a 400 gátorba, Mátósára a nagy ellenfél, nagyon neki durálta magát, meg püfögött mindent, majd szét durranta a tenni akarástól. Aztán kapott egy másodpercet, ott a saját csúcsát megint megjavította. Utána elmentünk egy ilyen összetartó edzőtáborra egy hétre, öt napra, utána megutaztunk ki. És hát megmondom őszintén, a előfutamot könnyen abszolválta, kicsit túl könnyen is, mert nem jött a 9-es gát, nagyon kiengedett. Utána az elődöntőbe iparkodott, ott megint a végével volt gond, és utána megkaptuk ezt a borzalmas pályát, tehát ez a halott pályát. És itt nagyon keményen odaradta magát, tehát ebből a pályából, amit lehetett, kihozott. Ötödik lett, de nem tudott volna jobb lenni, akármit, ha országos csúcsot megy, akkor sem, mert az első három, illetve négy, az fölrobbant. Tehát akkor egy másodperces egyéni csúcsokat mentek, hogy én 55-80-at vártam, de hát ezen a pályán ez abszolút baromság, tehát nem lehetett kihozni. Tehát ő hozta azt az ötödik helyet, amit lehetett, tehát ezzel tökéletesen elégedett vagyok. A három futásból meg nem tudtunk többet közni, mert mondom, azon a szinten nem tudtunk eljutni, ahova én vártam az állóképességet, de nem baj, hát remélem, hogy jövőre lesz egy épkézláb jobb felkészülés, tehát nem lesznek ezek a... Lezárások? Erre gondolsz ez, meg, hát hogy konditeremben nem lehet bemenni, meg ilyesmi? Nem, ez azóta tragédia, nem mentünk a sajátunkba, de akkor még nem engedtek be a többibe se. Tehát akkor azok nagyon komolyan vették még. Utána már jöttek a lazítások, hogy aki leigazolt versenyző, az bemehet, meg stb. De akkor már én már nem érdekelt, bementem a suliba is, és ott. De hát mondom, utána jött rögtön ez a szerencsétlen Kovi. Tehát itt kétszeres csapás jött minket, tehát ahhoz képest ő nagyon jó. Hát megvédte a felnőtt bajnoki címét, országos csúcsa a 400 gáton, második lett 400-on, utánpótlás magyar bajnok lett, ötödik lett az Európa bajnokságon. Hát ebből az évből kihoztuk, amit lehetett. És most hol vagytok egyébként? Tehát, hogy mondtátok mindeket, hogy elindultatok, lekerültetek a mélypontra ugye a Covid miatt. Szépen ívelt ez felfelé? Mit gondoltok, hogy hol tartotok? Hát, én mondom, 55-80-nál többet nem vártam, de most 56-03. 0-3, igen. Tulajdonképpen ezek az két tized, azok nüanszok. Hát majd jövőre kell odalépni, hogy egy 55-ön belül időt produkáljunk, mert utána jön a 23-as VB. Tehát utol kell érni ezeket a lányokat, ők idősebbek az Olyankánál két évvel, tehát ő legfiatalabbként indult, de neki még két év múlva is van Európa bajnoksága, tehát ott meg már aspiránsként kell szerepelni, tehát meg kéne nyerni. De hát ez nem olyan egyszerű, mert mindig jönnek csillagok. De mondom, szóval rájuk kell menni, akik most előtte voltak, mert azok már odaértek az európai élmezőnybe, tehát oda föl kell zárkóznunk. Tehát nagyon kemény év lesz a következő, meg utána most már mindegyik. Mert utána a VB, meg elvileg megint olimpia, tehát itt most már kőkemény meló van. Meg remélem, hogy jobb lesz a felkészülési lehetőség, plusz több edzőtáborra van szükségünk, de remélem azt is hozza magával ez az eredmény, tehát a ebbe ötödik hely, mert meleg éghajlat jövőn kéne dolgoznunk nekünk télen, meg főleg tavasszal, amikor nálunk itt március-áprilisban rossz idő van, széleső, tehát azt meg kéne oldani úgy, hogy tudjunk már nagyon kemény melót végezni, tehát intenzitásba. Bosszantó volt az az 56-03, vagy mit éreztél? Nyilván kettős volt az a 0-3, tehát hogy nem sikerült. Hát egy picit. Picit azért zavart, hogy egy nagyon kevés, egy centim múlott, de hát ez ilyen. 200-on meg pont, hogy 500-addal befutottam 24 alá a veszprémi versenyen, úgyhogy az meg pont jó volt. Beszéljünk egy picit a következő időszakról, mi az, ami vár rád.
versenyek vannak tervben? Jövő héten megyek 28-án egy 200-at futni, ugyanígy Veszprémbe, ez ugyanolyan verseny, ezek ilyen, betesznek ilyen, hát ilyen töltelékversenyeket a szövetség csinált, hogy tudjanak versenyezni az emberek, minél többet. Az egy 200 lesz megint, ezt most csak így egy gyorsításképbe tesszük még az edzőtábor előtt. Állok felmérő. Igen, utána megyünk két hétre Tatára, és lesz augusztus 24-én itthon az MTK pályán egy ugyanolyan verseny, mint ami a Tatabánya volt. Hát jó lenne egy ugyanolyan jó eredményt futni azon is. És hát utána lévő versenyek az még... Lesz egy pár külföldi versenyem, azt még a menedzseremmel kell egyeztetnem, hogy melyikeken tudok én indulni, melyikekre tud engem esetleg benevezni. És még szeptemberben lesz két hazai fontos verseny, az egyik az a Superliga döntő, ami ugye az évközbeni ligaversenyeknek a döntője, oda ugye bejutnak 8-an minden versenyszámból. És azutáni héten pedig a záró versenyem az a csapatbajnokság itthon, amit ugye Dunakeszivel együtt vagyunk egy csapat, és akkor oda bejutottunk a döntőbe. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, sok sikert kívánok nektek! Köszönjük szépen!